Bip, 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 bip. Varga Mihály bejelentette, hogy a 2015-ös költségvetés... Bip, 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 bip. Traumatológia tessék, infarktus, jó, egy tájszámot szeretnék kérni. Anélkül sajnos nem tudok segíteni. Jó, kérem, ne kiabáljon, jó, én is ember vagyok. Egy pillanat, hívnak a másikon, traumatológia tessék. Ilyen, mi van? Voltatok is jó vagy? Ne jó van. Bip, bip, bip. Na azt mondja, 6-os számú beteg műteni. Na, tegnap már megműtötte. Tényleg, most látom, hogy tegnap se kellett volna. Ehhez képest túlélte, gratulálok. Kicsit összecseréltük a beteglapokat megint. Ma hozzá vagyok szokva. Emlékszem, még meg se születtem már, és 82 éves voltam. Régi szép idők, akkor maga a Tóth Zoli bácsi, ugye? Ha, úgy tudom. Bár ezek után nem csodálkoznék, ha a feleségem volnék. Elnézést, a kezelést itt kell fizetni? Igen, készpénz vagy kártya. Készpénz. 24.500 forintot kérek szépen, Super Shop kártya. Nincsen. Matricát gyűjti. Gyereknek jó lesz. Van ebola figurás, meg a magyar egészségügyi miniszterek sorozat. Akkor inkább az ebolásat kérem. Tessék parancsolni. Betegbiztosítás, sorsjegy. Nem, köszönöm. Embólia akciónk is van. Embólia akció. Ha ez év december 31-ig embóliája lesz, egy éves internet előfizetés kell. Doktor úr, ráér 5 percre? Igen, miért? Egy kereskedelmi tévé szeretne önnel riportot készíteni. Üdvözlöm, Ványi Gábor riporter vagyok, és az M5-ösön történt baleset egyik sérültjéről szeretném kérdezni. Ja, hozzánk biztos nem hoztál. Nem baj, az csak a következő szöveget kéne elmondani, hogy... A beteg kritikus állapotban van, létfontosságú szervek sérültek meg, de a család kérésére többet nem mondhatok. Ezt kéne elmondani. Elnézést! Engem nagyon nagy lelki trauma ért, mert 2014-ben szerdán műtöttek. Alveoláris hemorrógiával, de most meg poliartéritis nodózán van. Tojkártyát kérek. Tojkártya az a zöld gomb, PIN kód zöld gomb? Nem, az más. Jó CT-röntgengép nem érdekli? Hetet zenél? Mulatos CT, a se érdekli? Kérem, ne tartson fel! Jó van ma, jaj, halljak meg, jó van ma. Antalka, bióka, antibiotikum, gyertek! Infúzió, gyere ma! Akkor tehát műteni? De előbb mondtam, hogy engem nem kell műteni, na. Tulajdonképpen mivel hozták be? Mentőautóval. Értem, milyen betegséggel? Azt nem mondták, csak értem jöttek, mint annak idején a ávó. Azt mondták, hogy meg kell operálni. És ön erre mit mondott neki? Azt, hogy a Kőszegi Béla bácsi egy elemette följebb lakik a rohadt életbe, de ugathattam én ezeknek. És mindez mikor történt? Még azelőtt, hogy a Béla bácsi meghalt. És a Béla bácsi miben halt meg? Gondolom abban, amivel engem ide behoztak. Meghozták az új orosz EKG készüléket. Tegyétek oda a lépcsőhöz. Jó, de nem fér be a kapum. Doktor úr, sikerült bekapcsolnom a kis fekete-fehér tévét a néni mellett. Megy a telesport, úszás van, de még senki sincs a medencébe, gondolom azért sípol folyamatosan. Ez az EKG maga marha. Ja, akkor már vége a telesportnak. Vége, de nem a telesportnak. Doktor úr, szerintem a Lénárd bácsinak rosszul van berakva a pacemaker-e. Honnan veszi? Ahogy belép hozzá a gyakornoklány, magától bekapcsol a tévé. Na, szépen len van a gipsz, teljesen épp a keze, rendben van. Akkor most már fogok tudni zongorázni? Ó, hogyne. Jó, mert eddig sose tudtam.
Na kérem, akkor vizitre kérek szépen mindenkit. Dórika, tegye le a keresztrejtvényt. Múltkor is, mire kijött a poén, meghalt a beteg. Na, nézzük, itt minden rendben van. Hogy érzi magát? Örömmel hallom. Holnap után hazamehet. Nézzük tovább, ha jól tudom, ő az, aki műtét közben libatollat találtunk a hasában, ugye? Igen, elfelejtettük levenni róla a paplant. Hónapok óta benn van nálunk, úgyhogy még mindig nem épült fel. Pszichés alapon. Nem értem. Házi Jánosnak hívják, és a múltkor állítólag azt álmodta, hogy körbetartozás miatt visszabontották. Bandi bácsi, ön sosem fekszik az ágyban. Tegnap át, most Google. Igen, mert lenyelte a lázmérőt, az most olyan a mozgása, mint a higanya. Melege van, feláll a fázik legjobb. Na nézzük tovább. Nővérke, 8-as K-hoz menjen oda. Bekesz izomsérv. Végső stádium. Na, gyerünk tovább. 9-es, azt mondja, igen, azonnali beavatkozásra van szükség. Balkart amputálni kell. Mondom bal. Mondom kar. Doktor úr, a vakbélműtkétkor felvarták az arcomat is. Igen. Most egyet fizet, kettőt kap akciót. Aranka, figyú, a pakdoktor merre van? 10-es műtőben. Nem tudna kijönni? Nem, mert őt műtik. De miért pont a papdoktor kell? Hát, mert valaki mondta, hogy a 6-osban a bácsihoz hívhatjuk a papot. Mégiscsak meg kell operálni. Frast, megyek haza! Tegnap magába felejtettük az ollót. Még jó, hogy nem szurkált össze belülről. Nem, hát, mert tálba van a csipeszekkel együtt. Jó, hogy nem az egész felszerelésüket nem pakolták belé. Vitagadás, eltűn néhány dolog, ezért kéne magába nézni. Én mindenre nyitott vagyok ma. De ugye ennél a műtétnél nem követik el ugyanazokat a hibákat. Nem, most teljesen új hibákat fogunk elkövetni. Úristen, ki fog operálni? Én! Mióta orvos maga egyáltalán? Kb. 5 napja. Jaj, szóval kezdő? Nem, csak összekeveredtek a kartonok. Jézus, akkor maga nem is orvos? Nem, én az új egészségügyi államtitkár vagyok. Bip, 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 bip. Gyerekek, igaz, hogy a miniszterelnök ide látogat? Igen. Bip.